Az új önkormányzati ciklus kapcsán Cserpalkőcs András bejelentette, hogy október 4-ére hívja össze a város új alakuló közgyűlését. A polgármester azt is kiemelte, hogy az volt a cél, hogy a város vezetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges szervezeti rendszer minél előbb megkezdhesse a munkát. Bízom benne, hogy azért is kaptunk többséget, hogy ezt a stabilitást és az ehhez kapcsolódó munkát tovább tudjuk folytatni. Ennek az is a része, hogy minél rövidebb legyen ez a bizonyos átmenet. Kiemelkedően fontos része ez onnért is, mert a bizottsági struktúra és a tanácsnoki struktúra felállításra kerül, hiszen az ehhez kapcsolódó politikai egyeztetéseket le tudtuk folytatni, és azért is, mert jelölhetek törvényi felhatalmazás birtokában alpolgármestereket a városvezetés munkájának hatásköreinek megosztása vonatkozásában. 4 alpolgármester személyére tesz javaslatot Cserpalkovics András pénteken. Általános helyettesének és az önkormányzati társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármesternek Róth Pétert kérte fel. Róth Péter feladata kibővül, hiszen a 2038-as Szent István emlékév kapcsán felmerülő feladatok, különösen a stratégia alkotás is hozzátartozik majd. Mészáros Attila továbbra is a humán területért és a közlekedésért felelhet. Lerner Zsolt is felkérést kapott a folytatásra, a gazdaság bizonyos területein és a kulturális intézmények irányításában vehet részt. Társadalmi megbízatásban Horváth Miklós Csabát kérte fel Cserpalkovics András alpolgármesternek, akinek megválasztása esetén a feladatai közé tartozhat majd a civil szervezetekkel, a nyugdíjas közösségekkel, meghatározott sporthoz és jóléthez tartozó területekkel való foglalkozás. Arra is indítványt teszek, hogy az eddigi szabályon módosítsunk, eszerint pedig a 3 fős frakciók a jövőben 2 fővel is tudjanak működni. Ez lehetővé teszi azt, hogy az ellenzék is 2 frakciót tudjon alakítani, így képviselőcsoportként is tudja mindenki a fehérvári emberektől kapott bizalomnak megfelelően őket képviselve ennek a városnak fejlődését, működését elősegíteni. Cserpalkovics András azt mondta, lezárult a közgyűlést alkotó szervezetekkel az egyeztetés, és változatlanul 4 bizottsággal működik majd a testület.